Lisszabonban a felnőtt EB-n mérettetik meg magukat a hétvégén az ungvári Fivérek és Végzsombor. Bíró Tamás vezetőedző a versenyzők esélyeit és továbbjutási lehetőségeit foglalta össze. Kiemelte, Zsombor számára fontos tapasztalatszerző megmérettetés lesz a Portugáliában rendezett verseny. Még egy fiatal versenyző, tehát neked minden verseny az egy ajándék. Én úgy gondolom, hogy egy tisztes helytállás a fő cél neki. A Mikinél ugye szinte majd ugyanez elmondható, tehát nagyon kicsi a szansz az olimpiára, inkább avval van szansz, hogy ő még önállá még játszik ezt, hogy esetleg egy zöld kártyát az érdemi elismeréséért kapna. Az EB azt viszont külön kell venni, mert ugye egy EB az EB, tehát ő neki az már kimondható gyakorlatilag, hogy biztos, hogy az utolsó EB-je, úgyhogy én bízom benne, hogy egy jó sorsolással esetleg megpróbálhatja a pontszerzést, esetleg éremszerzést. Hát a legfontosabb ugye egyértelmű az Attilának, hiszen neki ugye az olimpiából is beleszámít, bár annyira ez nem számít ez a verseny, mert itt gyakorlatilag csak az első-második helye tudna számottevően előre menni Attila. Ugvári Miklós úgy nyilatkozott, a mai nap nem csupán az utolsó edzésnap volt az EB előtt. A dzsúdozással töltött 3 évtized lezárása következik ebben a versenyszezonban. Nekem nem csak az utolsó edzésem így az Európa-bajnokság után, hanem az Európa-bajnokság történetében is az egyik utolsó versenyem, sőt már tényleg elkezdtem tépegetni ezeket a cetliket, és hát magamban is én kicsit vívódom, hogy tényleg ez a 30, több mint 30 év hogy szaladhatott ilyen gyorsan el itt a sportomban, a judóval, és hát tényleg azt gondolom, hogy mostantól nincs tovább, ez az utolsó, ki lehet jelenteni, ez az utolsó Európa-bajnokságom, még bízom benne, hogy lesz egy hazai rendezésű fantasztikus világbajnokság, és hogyha esetleg ne talántán úgy adódik, hogy egy búcsú szimfóniám lehet az olimpiára, ki tudok utazni, az fantasztikus dolog lenne. De tényleg itt már nincs tovább, úgy érzem, lezárok egy nagyon nagy fejezetet, és hogy mit várunk tőle, hát nagyon jó lenne, hogyha itt a ceglédi csapat részéről egy jó szereplést tudnánk felmutatni ismételten. Testvérére, Ungvári Attilára pedig 3 kvalifikációs verseny vár a legutóbbi. Törökországi Grand Slamen nyert bronzérem után. Az elmúlt, nem is tudom, 5-6 hónapom az azt hiszem egy kicsit úgy pörgősre sikerült, sőt talán, mintha még többet is mennénk most ebben az időszakban, mint a korona előtt. Kicsit felsűrűsödött a program, a versenyek plusz az edzőtáborok egymást érik, és hát ahhoz, hogy ott legyünk az olimpián, mindenképpen ezekre szükség van, és most itt a hajrát meg kell húzzuk. Végzsombor nagyon alaposan készül a megmérettetésekre, nem csak az edzőteremben fejleszti magát, hanem a versenyekről és a lehetséges ellenfelekről készült felvételeket is kielemzi. Fanatikus vagyok, ezért mindig mindenkiről minden meccset szinte megnézek, szóval szinte a jobbaknak már a mozdulatát is ismerem, de elég sok embert ismerek, ugye táborokból, sokat küzdöttem velük, ugye a versenyeken is mostanában egyre többet megyek felnőttbe, így jobban ismerem, meg sok a fiatalabb is, aki egykorú velem, ővelük is régebb óta meccselek már, és így azért ismerem őket, hát, de hát még azt is érzem, hogy kevés bennem a munka. Vannak olyan személyek, akiket még azért távol vannak tőlem, de hát meglephetem őket. A megmérettetésekről, az edzői elvárásokról és a 3 cselgáncsozó terveiről a holnapi sporthíradóban, valamint hosszabbítás című műsorunkban tudhatnak meg többet.